Nagy a forgalom a kátyúkkal teli Kápolna utcában, ahol toldozott-foldozott az útburkolat. Itt 2021 évvégén lett átadva a felújított bölcsöde parkolóval, de az út és a járda is megérett a rekonstrukcióra, a körforgótól a zsíros közkereszteződéséig. Ez most megvalósulhat másik két utcafelújítással együtt, jelentette be sajtótájékoztatón Paks polgármestere. A tavalyi év végén Magyarország kormányának köszönhetően, tehát kormány támogatásnak köszönhetően 294.745.800 forintot nyert el Paks város önkormányzata útfelújítás céljára. A Kápolna utca mellett a Kálvária és a Gábor Áron utcák is megújulnak kormányzati forrásból. Az utoljára mintegy 30 éve aszfaltozott és igen forgalmas Kálvária utca fontos gyűjtőpontként szolgál a városban, hiszen az Öreghegy és a Malomhegy, valamint az Óváros közötti igen nagy forgalmat bonyolítja le mindkét irányba. Itt az útburkolat mellett a járdát, a kapubejárókat és a temető melletti parkolókat is felújítják. A felújítás során egyébként majd az aszbeszt ivóvízvezeték cseréjére is sor fog kerülni, hiszen az elmúlt időszakban nagyon gyakori volt sajnos, hogy itt csőtörésekre került sor. Egyébként a házi bekötésekkel együtt fog sor kerülni a cserére. A 330 méter hosszú Gábor Áron utcát a 80-as években társadalmi munkával alakították ki betonlapokból, így most az is aszfalt burkolatot kap. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően mindhárom utcában tavasszal kezdődhetnek meg a munkák.